egyházközségünk, hiszen 24 első áldozó kis gyermek testvérként fog jönni, és a kedves szüleiket, keresztszüleiket, az egész rokonságukat is nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a Csepeli Görögkatolikus templomunkban. A vendég paptestvérem is van, aki az egyik kisgyermeknek a keresztapja. Hagy mutassam be, gyere Ákos! Koleszár Ákos atyát, aki Sejebi parókus, Sejeb Borsod, Abaúj-Zemplén megyében van. A gyerekek, amikor fölvonulnak, bevonulnak ide az oltárhoz, előtte énekkel fogják köszönteni égi édesanyánkat is, és hát természetesen a földi szülőket is. Utána verset fognak mondani, és akkor úgy kezdődik majd a Szent Liturgia, az ünnepi Szent Liturgia. Kérek mindenkit, hogy ő értük imádkozzatok. Vár rátok sok kegyelemmel. Szereti a lelketeket, mert szereti a gyermekeket. Ajándékoz látásával, elhalmoz ő áldásával. Amíg a földön lent járt, egész nap is csak prédikált. Elfáradt, de a gyerekek akkor is hozzá mehettek. Gyertek azért ti is bátran, vár rátok az áldozásban. Szívetekbe akar szállni, és mindig ott akar maradni. Csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Jordánnak, és mondta, ez Jordán, ez Golgota, itt verejték volt, amit csoda. És nézte, hogy a játszó gyerekek homokba rajzolnak nagy kereszteket, és nézte, hogy a sírján csöndesen megnő a fű, s borostyán terem. Aztán megállt a tábor tetején, oly könnyű volt a szíve, mint a fény, mint pelyhet, érezte az életet, és derűsödött némán megjelent. Tolmány Jézus a mennyekbe, kihagyta a földet, áldásával búcsút mondott, kösére mondjönnek. Az üdvözött összes lelkek szent kíséretében mennybe szállt, s az Atya jobbján látjuk örök fényben. Örök fényben, dicsőségben, ég és föld királya, innen elment, fűfa virág, sír, sóhajt utában. Virág mondja, nem jó hozzám már többet áldott kezed, sír a fa is, nem támaszkodsz rám már pihenőnek. Sóhajt a fű, nem érik már, szent lábadba küldte, gyümölcs kérni, miért nem jó áldott kezeljen. Elment Jézus, sírja a föld, gyümölcse virága, csak éppen az emberi szív nem maradt mintálva. Az emberi szív részére itt van Jézus rejtve, itt él köztünk, csak elfelé a szent kenyérletre. Itt van Jézus a részünkre, öleheti bárkit, csak épp a szent áldozásban a szívét kitárni. Fűfa virág nem bántotta, csak az ember sérti, s mégis épp a mi részünkre. Ki érti el? Azért. Azért. Csendesen ontja vizét, így telik minden napja. Áldott élet, ezt fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kútnak kellene lennem, adnom egész életemben. Mindig csak adni, ez terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám vagyok, de hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen csak továbbadom. Mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rá. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Miért csüggetsz el én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozol. Miért csüggetsz el én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozol. Eljött életünk egy csodaszép, egy csodaszép napja, mikor szívünk már égés volt királya. Ó, megértene sok ember tilkó, futna Jézusához, a lelki orvosához. Ó, drága elvédünk, annyira szerzők, hogy ma zenész voltam, boldogan a szerzők. Angyalok sem kaptak minden égi kincset, hogy magukhoz vársék az oltári szentséget. Minket kitüntettél, magadhoz öleltél szívedben nekünk. Lakást készítettél, terített asztalod, mindig elénk dárod, tedd mér tovább bennünk, kérünk fogadásod. Drága jó Jézusunk, esetezve kérünk, ne hagyd el bennünket, maradj mindig, hogy a gonosz lélek ne árthasson nekünk, szent kegyelmed által benned növekedjünk. Szeretnénk ezúttal gyakran hozzád jönni, áldott szent testedet szívünkbe fogadni. Hálát adni néked, kérni kegyelmet, hogy soha meg ne bántsuk jóságos szívedet. Kedves szeretteink és jó testvéreink, minden jelenlévő kedves vendégeink, imátokat kérjük, és a jó példátok, hogy gyakran áldozzunk, ne csak egy szép napon.
Mindjárt pedig az idő keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most is, mindenkor is, örökkön örökké. Sátánnak minden cselekedetének, szolgálatának és kevésségének. Ellene mondok. Ellene mondottál a sátánnak. Ellene mondottam. Hiszel-e Jézus Krisztusban? Hiszel. Nem. Király. Bölcses éven figyelmező. Lélek közültetése legyen mindnyájatokkal. Oh.
Az első áldozókat kérjük, hogy ezt már megbeszéltük, hogy lépjenek ide fel.
föl az oltár elé egy közös fényképre, és utána pedig együtt fogunk ővel kivonulni, úgy tessenek jönni majd velünk. Egy kis bennállás. Boldog hosszú éven át! Igazából nagyon könnyű dolgom van, mert jó szülők, meg jó családok, jó gyerekeivel foglalkozni, hát ez csak öröm. De azt hiszem, hogy ez nem csak az én örömöm, hanem itt most azoké a hitoktatók is, akik jelen vannak valahol itt a templomban, és ők is részt vettek ebben a munkában. Szabó Erika és Tünde hitoktatóknak az alkotása is itt jelen van. Köszönjük szépen! Kérlek szépen, állítanak. És akkor Gábor, Bálint Gábor, tessék. És Csordás Lázár, de jó, hogy nekünk is valami. És Bence.
És Letícia. Itt vagyok. Bocsánat. És Janika. Itt vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szerintem vezesd őket ki, ugyanúgy be. Gyertek, gyertek!